Köszönjük a szolgálatokat is. Nagyon jó volt hallani szívből fakadó szolgálatokat, amelyek az Urat dicsőítették, magasztalták, és bennünket felvidítottak, felkészítettek arra, hogy az igét meghallgassuk, amely Istentől származik, ami számunkra. Lukács evangéliuma 24. részében, tehát a 13. verstől, és ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamnyira vala, melynek neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködnének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartatnak, hogy őt meg ne ismerjék. Húsvét van, testvéreim, nagy kereszténység ünnepel. És ez a húsvét örömünnep, ami számunkra. Minden keresztény számára a legnagyobb ünnep. Mert a mi Urunk Jézus Krisztus megváltott bennünket, meghalt a Golgota keresztjén, eltemetetett, de harmadnapra feltámadt. Ez a húsvét. És a húsvét ezt üzenemi számunkra. Örülni kell, és dicsérni és magasztalni az Istent, aki végtelen szeretetéből érettünk adta az ő egyszülött fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És ez a történet, amelyet olvastunk, és majd tanulmányozni fogunk, a feltámadás napján, délután történt. Tehát késő délután van, amikor két tanítvány megy haza Jeruzsálemből Emmausba. És el vannak keseredve. Nagyon szomorúak, mert az ő szívüket áthatotta mindaz, ami Jézus Krisztussal történt. Tudjuk azt, hogy Emmaus Jeruzsálemtől mintegy 12 kilométerre van. És ahogy így beszélgettek egymás között a történtekről, egyszer csak melléjük csatlakozik egy idegen. És ez az idegen, bár ők, amiképpen olvastuk az igében, nem tudják, hogy kicsoda, és miért nem tudják, mert amiképpen olvastuk, az ő szemeik visszatartatának, hogy őt meg ne ismerjék. Istentől volt az esemény, az, hogy ők nem ismerték föl, tehát az Úr Jézus Krisztust. Jézus nagyon jól tudta, hogy mire van szüksége ennek a két embernek. Aki erős hitű, de ugyanakkor fájdalmas szívű, bánatos lelkű, mert valahogy nehezen tudják érteni azokat az eseményeket, amelyek történtek ott Jeruzsálemben. És Jézus vigasztalja ezeket a tanítványokat. Nem csak vigasztalja Jézus, hanem tanítja is őket. Jézus mindig tanítani akarja az embert. Egész földi szolgálatának nagyon lényeges része, sőt egyik leglényegesebb része az, hogy ő tanított. Emberek közé ment, emberek között elvegyült, és tanította Istennek ígéjét, Isten csodálatos üzenetét az emberek számára. És ahogy hallgatja ezeknek a panaszkodó embereknek a fájdalmát, a következőképpen szól az Úr, 17. verstől. Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok játatokban. És miért vagytok szomorú ábrázatúak? Látjuk, a beszélgetés megindul. Jézus és a két tanítvány, a két Emmauszi között. És egyik, akinek neve Kleofás, így szólt Jézushoz. Csak te vagy én jövőjén Jeruzsálemben is, nem tudod, mi némi dolgok lettek abban, e napokban. Egy felszabadult kérdés. Csodálkozik Kleofás, az egyik tanítvány,
hogy ez az idegen nem tudja, hogy mi történt. Fogalma sincs arról, hogy Jeruzsálemben milyen nagy dolgok történtek. És mondanékik, micsoda dolgok, azok pedig mondának néki, amelyek esének a názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetekben és beszédekben hatalmas, Isten előtt és az egész nép előtt. Látjuk ezt a beszélgetést. Egy nagyszerű beszélgetés. Kezdenek úgy felszabadulni ezek a tanítványok, hogy beszélhetnek valakivel az úton menve. Jézusnak az volt a szokása, hogy az embereket beszéltette. Itt is azt látjuk, úgy akarja érdeklődővé tenni az embereket, hogy kérdéseket tesz föl számára. Az emberek számára. Mondjátok el ti magatok, hogy micsoda dolgok történtek abban. Jézus a főszereplő, ő beszélget velük. És ők elmondják az ő szilárd hitbeli meggyőződésüket, hogy ki volt Jézus, názáreti Jézus. Egy próféta volt. Cselekedetekben, beszédben hatalmas Isten előtt, de nem csak Isten előtt, hanem a nép előtt is. És tovább folytatják az ő panaszkodásukat ezek a tanítványok. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmad napja, hogy ezek lettek. Valahogy újra felidézik a fájdalmas eseményeket. Izrael papi vezetői, farizeusok, főemberek, főpapok halálra adták ezt a názáreti Jézust, és látjuk, hogy ők jól értik, jól látják azt, hogy méltatlan volt ez az esemény. És egy reményüket fejezik ki. Mi azt hittük. Megszólít bennünket ez a gondolat. Azt hittük. Az emberek sok mindent hisznek, testvéreim. És nem mindig azt hiszik el, ami a lényeg. Nem ismerik föl, mi a lényeg. Mi azt hittük, hogy helyreállítja Izraelnek a hatalmát. Nem csak ez a két tanítvány volt egy ilyen helyzetben, hanem a többi tanítvány is így gondolkodott. Jézus többször megjelent az ő tanítványai között feltámadás után. És elbeszélgettek a feltámadásról, egymás között, Jézussal való találkozásról, örömükről, hogy az Úr él. És volt egy a 12 tanítvány és a többi tanítvány közül, aki nem hitte ezt el. Tamás volt. Jól tudjuk mindannyian. Tamás csak-csak újra és újra mondta azt, hogy én csak akkor hiszem el, ha az én kezeimmel érinthetem a sebeket. És amikor következő alkalommal Jézus megjelent közöttük, kit szólított meg elsőnek? Pontosan ezt az embert, Tamást, ezt a tanítványt. Jöjj Tamás, adjad a kezedet, és érintsd az én sebeimet. És valóban Tamás leborult Jézus előtt. Én Uram, én Istenem, volt az ő válasza. Valóban hit ébredt az ő szívében. Valahogy így van az ember, hogy nagy dolgokat nehéz elhinni. Nem könnyű elhinni nagy dolgokat, még a hívőnek sem. Nehéz elhinni ma is az, hogy Jézus feltámadott, Jézus él. Pedig ez így van. Jézus Úr mindenek fölött, és el kell mondani, menjen is földön. Még ha talán úgy is tűnik a mi bűnnel megrontott személyünk előtt, hogy ő
nemigen törődik a földi emberrel, a földi dolgokkal, de mégis nekünk hinni kell és tudni kell, hogy Jézusnak az ember szemefénye és az ember ügye nagyon fontos az ő számára, hogy minden ember megismerje az igazságot és lehetőleg üdvösséget nyerjen. Jézus mindent megtesz ennek érdekében. Azért jött erre a földre, hogy elvégezze azt a feladatot, amelyre az Atya elhívta őtet. És testvéreim, azt látjuk azt, hogy ebben a történetből, hogy nagyon sokan visszaemlékeztek arra, ami történt. Jézussal kapcsolatban ezek a tanítványok azonban hát valahogy nem hisznek abban, ami a lényeg, hogy valóban feltámadhatott az Úr. Mondják a maguk, hát híreit az Úr Jézus Krisztusnak. Ma van harmadik napja, hogy olvastuk, hogy ő meghalt, és eltemettetett. Aztán úgy mondják, hogy hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának. Mondják tovább most már azokat a híreket, amelyek elterjedtek ott Jeruzsálemben és környékén, azon a vidéken. És azt mondják ezek az asszonyok, hogy az ő teste nincs ott a sírban. Elmentek, aztán mások is, és nem találják ott az Urat a sírban. És azt mondja az Úr számukra, ó balgatagok és lesz szívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak, avagy nem ezeknek kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Testvéreim, Jézus, ahogy mondottam, mindig tanította a korabelieit. Akár merre megfordult, városokban, falvakban, ő az ószövetségi proféciákra tanította Izrael népét, Izrael fiait, bátran és határozottan. A tanítványok álmélkodtak azon, amit az Úr Jézus Krisztus mondott. És örültek annak, amit hallanak, és reményt ébresztett szívükben. Ma is így van, Jézus hallani lényeges és fontos a mi számunkra. Ha bánatosak vagyunk, szomorúak vagyunk, sikertelenek vagyunk, az élet terheit cipelni, hordozni kell, akár akarjuk, akár nem, Jézus szava mindig bátorít bennünket. És Jézus arra tanít bennünket, hogy mindig újra kell kezdeni nap mint nap az élet küzdelmeit, nem szabad lemondóaknak lennünk, hanem látni kell a célt. A keresztény ember számára az a cél elsősorban, hogy elfogadja Jézus Krisztus véren való megváltását, és az, hogy ő a halottak közül feltámadt. Mert ahogy mondottuk, a húsvétnak ez az üzenete. Újra és újra hangsúlyozni kell, hogy Jézus Úr menjen és földön, és ő él a mi javunkra, a mi számunkra. És aztán, amiképpen látjuk a 27. verstől a Bibliában, Mózes mit tesz? Az Úr Jézus Krisztus mit tesz? Úgy olvassuk, hogy Jézus a Mózes könyvétől elkezdve, már az első könyvtől elkezdve magyarázza az írásokat, amelyek reá vonatkoznak, azokat a proféciákat, amelyeket fontos, hogy az ember ismerje. És ami nagyon lényeges Jézus módszerében, hogy ő nem a meggyőződésre helyezi a fő hangsúlyt, hanem
hogy az ember megértse az igét, megértse az írásokat. És megszólít bennünket ez a krisztusi módszer, ez a krisztusi gyakorlat. Nagyon sok ember szeretné bebizonyítani azt, amit talán nem is lehet bebizonyítani. Tudományosan lehet bizonygatni, de újra állítani kell, hogy valamit nem lehet bebizonyítani, hanem el kell fogadni hitként. El kell fogadni, hogy a Bibliában vannak olyan kijelentések, olyan részek, amelyek hitkérdések. Némely keresztény úgy vélekedik, hogy ma már nincs jelentősége az Ótestamentumnak, nem kell azt olvasni, nem kell azt tanulmányozni. Nincs nekünk arra szükségünk, elég, ha az új szövetséget tanulmányozzuk. És Jézus ezt a tévhitet szeretné eloszlatni. Ugyancsak maradunk itt Lukács evangéliumánál, a 16. fejezet 31. verséhez lapozzunk, és olvassuk el ezt a igei verset Lukács evangéliuma 16. fejezetének a 31. versét, amely a következőképpen szól. Ő pedig mondta néki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, és nem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Hát így van, Jézus nagyon jól tudja azt, hogy mit jelent számunkra az ige üzenete. Tehát az Ószövetség ismerete nélkül nem értjük meg az Új Szövetséget sem, mert egyenértékű. Szükség van az Ószövetségre, szükség van az Új Szövetségre. A maga üzenetét mindegyik a számunkra föltárja. A profétikus múltból felragyogó világosság az, amely tisztasággal és szépséggel hozza elő Krisztus életét és az Új Szövetség tanításait, írja Ellen White. Őtőle van ez az idézet. Krisztus csodái istenségének a bizonyítékai. Ő a csodák sokaságával bizonyította, hogy ő Úr menjen és földön. Amikor itt járta földön az emberek között, ahogy említettem már, tanított, de csodákat is vitt véghez. Az ő legyen szava, mondjuk így, hogy ma is működik. Akkor is működött, amikor itt volt közöttünk 2000 évvel ezelőtt is, ma is működik. Nagyon sok embert meggyógyított. Súlyos betegségben lévőket, meg kötözötteket gyógyított meg, akiket a betegség és különböző szenvedélyek rabságban tartottak. Ma is tud cselekedni az Úr. De hogyan cselekszik ma? Akkor, amikor nincs közöttünk úgy, hogy mi imában kell fordulni a mi Úrunkhoz és a mi Istenünkhöz, hogy lépjen közbe, cselekedjen érettünk. Nem ismerjük Isten akaratát, de tudjuk azt, hogy egy hívő embernek minden javára van. Bármi történik is vele. És ő mindig a mi javunkat keresi. Az ő csodái minden időben istenségének a bizonyítékai voltak, és ma is azok. Csodák sokaságával bizonyította ő azt, hogy amiképpen mondottuk, Úr mindenek fölött. Ő le tudta tenni az ő istenségét, és az ő istenségét újra fel is tudja venni. Filippi levélben olvashatjuk a 2. fejezetből a következőket. Pál apost írja Filippi levél 2. fejezetében a 6. verstől, aki mikor Isten formájában vala nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén,
és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Igen, Jézus meg tudott alázkodni. Megváltás titka az, hogy Jézus megalázkodott. És vállalva a keresztet, lemondott istenségéről azért, hogy nekünk életünk legyen. Igen, testvéreim, Jézus életét áldozta fel azért, hogy nekünk, akik reménykedünk, akik hiszünk benne, örök életünk legyen az ő végtelen kegyelme által. Meg tudjunk szabadulni a bűntől, annak rontásától, és mi tudjunk benne hinni, tudjunk ráépíteni, és életünknek útitársa legyen ő. És hogy a tanítványok beszélgettek Jézussal, haladtak az ő otthonuk felé, beesteledett. És egy kedves meghívással álltak elő az idegennel szemben, föl ajánlották az ő hajlékukat, térjen be hozzájuk, ne menjen tovább, hanem tisztelje meg őket, jelenjen meg az ő otthonukban, és az ő vacsorájukat fogadják el, fogadja el. És Jézus Krisztus a bátorító szavaknak engedett, betért hozzájuk, elővették ezek a tanítványok egyszerű élelmüket, és leültek az asztalhoz. Korabeli szokás szerint megkérték az idegent, hogy vegye kezébe a kenyeret, szegje meg. És amikor megáldotta, akkor azt tapasztalták, hogy ez az idegen úgy tartsa kezét, mint a mester, ahogy tartotta, amikor közöttük volt és áldást osztott. Akkor ismerték föl az, hogy Jézus Krisztus volt az, aki útitársuk volt, és Jézus volt a beszélgető partnerük, Jézus volt az, aki őket vigasztalta, bátorította, felvidította, és Jézus volt az, aki az ő hitüknek, reménységüknek egy olyan erős meggyőződést adott, hogy őket tovább lendítette azon az úton, amelyen haladtak. Most már nem csak földi otthonuk felé, hanem az örökkévaló otthon felé is. Jézus eltűnt szemeik elől. És ők mit tettek? Gyorsan vissza szaladtak, rohantak Jeruzsálembe, és elmondták, ami történt az úton. Ők is elmondták azt, hogy Jézus feltámadt, Jézus él, és ezt el kell hinni, mert az a legnagyobb örömhír az ember számára. Ahogy mondottuk kezdetben, most is újra el kell mondani, és újra el kell mondani, hogy a húsvét öröm a mi számunkra. Öröm, hogy van húsvét. Öröm, hogy mi reménykedhetünk. Öröm, hogy fölfele nézhetünk, hogy Jézus lehet a mi életünknek útitársa, és mi ővel haladhatunk az életben. Segítsen bennünket az Úr, hogy így gondolkozzunk, így menjünk el erről a helyről, hogy van támaszunk, van az, aki bennünk táplálja a reményt, aki a lényegre fülhívja a figyelmet, és hogy mi örüljünk annak, hogy közösségünk legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal. Segítsen ehhez az ő végtelen kegyelméből. Amen.